Mióta a nemzeti függetlenség politikáját folytatja a kormány 2010 óta, azóta csökkentek az árak, az infláció gyakorlatilag padlón van, azóta a rezsi csökkent, azóta a munkahelyek száma nőtt, a gazdasági növekedés megindult. Valószínű, hogy ezen állítások többsége nem igaz. Az hogy lehet? Hát nem fel meg a valóságnak. Miért nem így látja? Nem így látja. Hogy látja? Hát talán az, hogy az árak csökkentek, ez még úgy elmegy, nem túlságosan emelkedtek. Én ezt nem tapasztaltam, hogy csökkentek volna az árak, mert minden egyre csak drágább lesz. Nem így látom, hogy csökkent minden, nem igaz, ez csak mese. Ez mint hazugság. Ennyi. Hogy? Hát mert nem igaz. Hát az nem lehet. Hát hogy? Milyen árak csökkentek? Nézze, ennek egy része igaz, más része nem. Az hogy lehet, hogy igaz, meg nem igaz? Hát nézze, rezsit végigbe csökkentették, mert törvényeket hoztak rá. A gazdaság jelenleg nő, hogy hosszú távon nőni fog, ezt nem tudom. Ugyanígy látom. Csökkentek az árak, a rezsi csökken, munkahelyek nőnek. Ezt látom én is. Nem igaz. Nem mondjon ilyet. De mondom. Mondom. Hát akkor mi az igaz? Hát ez biztos, hogy nem igaz. A gazdasági növekedés, ez biztos, hogy nem. Akkor se a számok így mutatják? Nem tudom, a számokat azokat lehet így is, úgy is nézni. Attól függ, hogy hogyan nézi az ember. Én azt látom, hogy lehet, hogy a statisztika ezt mutatja, de az aluljárókban megduplázódott, meg háromszorozódott a hajléktalanok, a szegények száma. Munka alig van, megélhetés nagyon kevés, illetve nehezen lehet megélni, állítólag 47-ből, ahogy mondták, meg lehet élni. Szegénység van, sok ember az utcán van, nem tudja a rezsik, élelmek, egy kiló kenyeret nem tud megvenni. Ebből az egészből a rezsicsökkentés az igaz, a többi nem. De hogy lehet ezt akkor másképp látni? Mondja még egyszer el. Csökkentek az árak. Hol csökkentek az árak? Az infláció gyakorlatilag padlón van. Hát az padlón van. A rezsi csökkent. A rezsi csökkent, ezt elismerem. Na, hát akkor mégis. Ezt az egyet elismerem. A munkahelyek száma nőtt. Mihez képest? Ne mondjon már nekem ilyet. Nem én mondtam, én csak idéztem. Gazdasági növekedés megindult. Nem szabad lett volna szétzúzni teljesen, és akkor növekedne. Tehát azt gondolom, hogy ez a politika, ez nem egyszerűen a magyar történelmi hagyományokhoz méltó, hanem egyúttal minden egyes magyar háztartás és minden egyes magyar család és ember érdekét, közvetlen napi gazdasági érdekét is szolgálja. Ő lehet, hogy mondja, de senki nem hiszi el. Mert aki elhiszi, annak úgy kell. Mert miért ön szerintem nem így van? Nem. Hát hogy van akkor? Nem, hát hogy lenne így, ne vicceljen már. Hát most jó, a rezsi az csökkentés, munkahelyek, semmi. A szegénység is nőtt, ő azt mondja, hogy nem. Munkahelyek nőttek, nem. Úgyhogy ezt én nem hiszem el. Na, hát én egy ilyen ember vagyok. Kételkedem. Viszlát!